Ki a gyümölcslevet szereti, ki inkább az ásványvizet preferálja, de az emberek nagy része fogyaszt palackozott, üveges vagy dobozos alkoholmentes italokat. Vannak ugyanakkor, akik azért kerülik ezek többségét, mert sok cukor van bennük. Néhány éve ez még inkább így volt, sőt, jelentős javulás is megfigyelhető ezen a téren. 2010 és 20 között ugyanis közel a felével 43%-kal csökkent a hazai üdítőitalok és gyümölcslevek átlagos cukor és kalória tartalma. Világszerte megfigyelhető, hogy a gyártók az egészséges életmód jegyében mérséklik termékeik kalória és cukortartalmát, ez alól pedig a hazai előállítók sem jelentenek kivételt. Különféle innovációkkal, termékreceptek megváltoztatásával és új termékek fejlesztésével járultak hozzá a kedvező számok eléréséhez az elmúlt években. Nem lehet csak egyszerűen kiadni egy termékből a cukrot, mert akkor nem lesz jó az íze, tehát akkor úgy kell a receptet megváltoztatni, hogy egyéb összetevők arányát változtatva még ezután is jó ízt adjanak a terméknek, az italnak, hát üdítőitalnak, hogyha kevesebb a cukortartalma. És ez volt a termékfejlesztésnek a lényege. Nem csak az italok palettájának szélesítésével, kommunikációjukkal is tudatosságra ösztönöznek a gyártók, mindez pedig az is indokolja, hogy sokat változott a lakosok egészségtudatossága. Látszik ez abból is, hogy a csökkentett kalóriatartalmú és energiamentes termékek eladott mennyisége több mint a duplájára emelkedett az elmúlt 10 évben Magyarországon. A teljes piacon közben csökkenés tapasztalható. A friss első negyedéves adatok azt mutatják, kevesebb ital fogyott az év első 3 hónapjában, 2020 ugyanezen időszakához képest. Az első negyedévben tavaly még olyan volt a termékeink eladási mennyisége, mint az előző éveknek megfelelő, hogy egyre növekedett a mennyiség. Na most a második negyedévben ugye kitört a járvány, és ennek következtében drasztikusan visszaesett a forgalom a második negyedévben tavaly. Aztán a harmadik, meg negyedik negyedévben egy kicsit emelkedett, de még mindig nem érte el az előző évet, a járványmentes évnek a forgalmi adatait. És ugyanezt tudom mondani erre a negyedévre is, hogy az előző év első negyedévéhez viszonyítva, amikor még a kedvező volt a forgalom, ahhoz képest 6-8-10%-kal csökkent különböző termékkategóriáknak az eladott mennyisége. A szakember hozzátette, a tendencia minden érintett kategóriában, így az üdítőknél, a gyümölcsleveknél és italoknál, az ásványvizeknél és a jeges teáknál is tapasztalható volt.